A rendhagyó 2020-as tanévben is sikerül a szlovák iskolának haladnia azzal a beruházással, melynek legfőbb célja egy természettudományos labor létrehozása volt, hiszen az intézmény nagy hangsúlyt fektet a természettudományos tárgyak oktatására. Szerettünk volna egy modern felszerelésű és a gyerekeknek élményszerű oktatást nyújtó speciális termet kialakítani, hiszen nekünk projektjeink is szóltak természettudományok területén, illetve minden olyan lehetőségbe bekapcsolódunk, ami a természettudományos készséget a gyerekeknél fejleszti. Így legutóbb például Debrecenben az Agórában jártunk egy interaktív foglalkozáson, illetve hát a nyári táboraink témaköre is ilyen jellegű feladatokat vesznek célul. Az iskolához tartozó megüresedett kollégium épületében kerülnek kialakításra a helyiségek, melyek 24 fős osztálylétszám befogadására is alkalmasak lesznek. A természettudományos laboron kívül vannak kiszolgáló helységeink, úgy mint egy természettudományos szertár, továbbá öltöző a gyerekeknek, ahol ugye a fehér köpenyeket felöltik és érezhetik magukat a tanítási óra alatt egyfajta kezdeményező mérnököknek, továbbá egy táncterem alakul ki, és három olyan vendégszobánk, amelyet a vendégtanárunk, illetve az iskolába látogató projekt keretében érkező vendégeink, vagy például a sátorajaújhelyi Miskolci Egyetem kihelyezett tagozatán hallgató levelező tagozatos vendégeink is helyet foglalhatnak. Az intézmény vezetője elmondta, amennyiben a beruházás és a kialakítás még ebben az évben befejeződik, akkor a jövő naptári évben az új, teljesen felszerelt tantermeket már birtokba is vehetik a diákok.